Az önkormányzat többször kísérletezett azzal, hogy vállalkozásnak kiadja a buszváró üzemeltetését. Sajnos ez sikertelen volt a legutóbbi alkalommal is, ezért tavaly ősztől októbertől a Városgazdálkodási Intézmény kapta meg üzemeltetésre a buszvárót a hozzá kapcsolódó vizes blokkal együtt. Ennek érdekében egy félállású közalkalmazottat kellett fölvenni az intézménynek, amire a fedezetet az önkormányzat biztosította. Ezzel azt tudjuk egyébként biztosítani, hogy a buszváró reggel 5-kor kinyit minden munkanap, illetve este 9-10-kor pedig bezárásra kerül az épület, tehát az utazóközönség számára nyitva van a buszváró, és használhatóak a vizes blokkok. Sajnálatos módon az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján minősíthetetlen állapotok uralkodtak a vizes blokkokban, ezért az önkormányzat akceptálta a kérésünket, és egy beléptetőrendszer került kiépítésre, aminek a munkálatai a mai napon is folynak. Ez azt jelenti, hogy innentől kezdve a WC használata nem díjmentes, hanem 100 forintos érmével működő automata ajtón keresztül lehet bejutni. Természetesen naponta többször takarítjuk ezeket a vizes blokkokat, a vírus miatt fokozatosan odafigyelünk a fertőtlenítésre, de itt szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy a buszváró az nem nappali melegedő, hanem kizárólag az utazóközönség számára fönntartott helyiség, illetve épület.